Az életnek a velejárója, hogy aki futballozott, az egyszer abba fogja hagyni. Annyi tulajdonképpen nekem a jó ebben, hogy a fiam tovább viszi a családi hagyományokat. Hát 5 évesen kezdte. Minden edzésén itt voltuk, mert minden nap ordani kellett. Szépen haladt előre a ranglétrán, és mi is várjuk azt, hogy bemutatkozzon a nagy csapatban. Nekem nagyon szép évek voltak itt. Jelenleg is itt élek, itt is fogok. Amíg élek, addig biztos, hogy diógyőri szurkoló leszek, és remélem, hogy a fiamnak is fogok majd a mérkőzéseken tudni szurkolni. A DVTK egykori csapatkapitánya, Farkas János 1985 telén került fel a Diósgyőr felnőtt csapatába, ezt 263 mérkőzés és 16 gól kövesse. 33 évvel később fia, Farkas Marcell újraírhatja a történetet. A fiatal tehetség ugyanis profi szerződést kapott a klubtól. Nagyon örültem neki, hogy megkaptam végre életem első profi szerződését. Számomra ez egy nagy mérföldkő, és remélem, hogy minél többet tudok majd nyújtani a klubba, és minél jobb teljesítményt. Az alma nem esett messze a fájától. Én már mondtam neki azt, hogy ő már most jobb játékos, mint amilyen én voltam. Én nem voltam ilyen jó adottságokkal megáldva, mint ő, mert ő gyors, rúganyos, jól fejel, annak ellenére, hogy 1,80 magas. Én, amit elértem, azt a szorgalmammal, meg az akaratosságommal értem el. Rengeteget mesélt a meccsekről, amiről van videó, azt mind megmutatta nekem. Ha volt, akkor a gólját is megmutatta. Igen, az volt is. Mesélt a szurkolókról, barátokról, hogy hogy fogadták őt. És egy nagyon jó példa előttem, hogy az akaratossága az példamutató számomra, meg a szorgalma is. Minden egyes mérkőzés után én elbeszélgetek vele, tehát majdnem mindegyik itthoni meccsét látom. Látom azt, hogy hogy játszott, hogy készült a meccsre, és abból mi jött ki. Most ez egy csapatsporták, tehát lehet, hogy az eredmény az tulajdonképpen vereség vagy döntetlen, de viszont én mindig őt saját magához hasonlítom. Ha ő megtette azt, amit idézőjelben az edzője kért tőle, ahhoz a poszthoz, amin ő éppen akkor játszott, én akkor tulajdonképpen elégedett vagyok vele. Ha viszont látom azt, hogy még maradt benne, még spórolt, még nem fáradt el, nem futotta ki magát, nem tette esetleg egy-két szituációba úgy oda magát, akkor azt én megmondom neki. Én vagyok legnagyobb kritikusa egyébként, tehát én, ha dicsérni kell, akkor dicsérem, ha el kell mondani a hibákat, akkor viszont kőkeményen elmondom. Ettől függetlenül persze van, amit apa is irigyel Marcitól. Végtelen nyugodt. Tehát én azon csodálkozom néha mérkőzés előtt, hogy egyszerűen annyira nyugodt. Én már a meccs reggelén már korán keltem, mozogtam egyfolytába, nyugtalan voltam. Ő teljesen az ellentétje, tehát ő egy nyugodt. Ő inkább az édesanyja habitusát örökölte. Én ezt irigylem tőle. De hogy mi kell ahhoz, hogy valaki 18 évesen profi szerződést kapjon? Szerintem a gyorsaságom, az, amit maximálisan ki tudok használni, az agresszivitásom, hogy akárkinek, akármikor beállok, kiteszem a pályáról, beleteszem a lábom, ahogy tudom, és szerintem még a passzjátékom, rúgó technikám, ezek így az erényeim. Mekkora nyomást jelent kitörni egy legenda árnyékából? Néha hallom, hogy apád ezt nem így oldotta volna meg, apád ezt nem így csinálta volna, de ezek nyilván nem olyan nagyon komoly szavak, csak szokták így néha mondani, de ezen vagyok rajta, hogy kitörjek és még jobb legyek.